Na, sziasztok mindenki, itt a rossz játékos jelentkezik, és most kipróbáljuk a kis Alfa Romeo GTV-ket, amiket megcsináltam. Na, itt is takarítani kéne már. Szóval itt van az eredeti, ez legjobban hasonlító, mondjuk így. Tehát ez egy szimpla, két literes, négy hengeres motorral készült verzió. 150 lóerővel. Hát igazából hozza a megszokott alapmotorral szerelt megfizethető kupé teljesítményét. Semmi különösebben, szóval semmi különösebben extra leszámítva, hogy én nem tudok vezetni. Na jó, most egy kicsit a szem megkettyent. Aha, valamelyik kerék egy kicsit nem bírta. Ja. Szóval ez volt a szimpla verzió. Most jön az a verzió, ami szintén két literes motorral van szerelve, de ez már turbót is kapott, meg mindenféle szépet és jót. Ez már 538 lóerőre képes, és szerintem az egyik legmagányabb dizájn, amit én csináltam, bár... Na, meglátjuk. Kinek hogy tetszik. Így jobban megnézve, hogy napfénynél lehetem annyira. Na, ez már azért gyorsabb. Ez már 320-szal is megy, azt hiszem. Val ezzel... Ez már egy sokkal harciasabb autó. És sokkal nagyobbat is lehet vele bukni, ahogy látjátok. Na, jó van. Oké. Megálltunk. Na, de... Azt hiszem, hogy 0-ról 100-ra 2,4 másodperc alatt gyorsul fel. Próbáljuk csak ki. 3, 2, 1. És már 100-nál vagyunk. És a féke is elég jó, ha jól tudom. Jól tudom? Na, nem rossz. És már 100-nál vagyunk. És fék. Na, tűrhető. De jól vezethető, tehát nem repül össze-vissza, meg pörög, meg minden. Végre sikerült. Mondjuk jó az, hogy neki megyek mindennek, az a kerekem az elszállt, az igazából az én vezetői tehetségem, nem a kocsiém. Nagyon stabil, nem érződik rajta, hogy 538 lóerő van bennem. Úgyhogy végre sikerült egy izét csinálni. Most jön ez a verzió, ez már 860 valahány lóerő tud. Ez egy 4 literes V16-os motor van benne, turbó. Ez már elvileg 390-nel is tud menni. Hangja is megvan. Aha, ezzel már nem lehet padlógázzal indulni. Ez már, igen, a probléma az, hogy a nagy motor miatt ebbe csak hátsó kerékhajtás fért bele, nem őszkerékhajtás, mint a másiknál, és bizony érződik rajta, hogy ez csak hátsó kerékhajtásos, és nem összkerékhajtásos, mert nagyon finoman kell a gázzal bánni, hogy ne csúszkáljon össze-vissza. Hopp, az én kerekem volt. Na jó, három kerékkel már, két kerékkel. Milyen szépen lebontottam az autónak a felét. Ah, még megy. Szóval igazából
igazából még eladhatom arra, hogy enyhe sérüléssel. Hát, csak szétigetem amit. Hát nem, csak akkor tud, mikor, akkor tud benni, amikor támaszkodik, mikor így van, akkor... Hát jó, ezt az oldalát azért ne nézzük be, szóval ha úgy álltok meg, hogy itt mondjuk egy ilyen téglafal van, és az illető csak innen látja így az autót, akkor ez egy perfekt autó, tökéletes állapotban. Itt hátul egy picit, mintha megvan gyűrve, de azon kívül, és arra kérem, ne menjen, mert ott piszkos nagyon a fal, szóval erre ne, elrébb ne nézzék meg. Na szóval ezzel azért... Igen, megint beigazolódott az, hogy a túl erős, túl nagy motor nem jó egy autóba. Hopp! Hau! Na, még fára is másztam vele. Ezzel konkrétan fára, nem. Ja, azt hittem felmakadtam a fán. Mint az alfás fenn a fán. Rossz játékos, oly vidám. De hogyha nem padlogázzal indul az ember, hanem úgy finoman, akkor lehet vele menni. Csak az a probléma, hogy akkor meg mi értelme, hogy ekkor erős motorod van, ha nem tudsz vele maximumon menni. Ez még 150-nél is kipörög. Ja, van fékpedál is. Miért nem szóltok? Na próbáljuk meg egy ilyen felgyorsulást, és akkor lássuk a fékek milyenek. Elvileg ebben már erős féket raktam. Na, megyünk olyan 100 körül, és... Na, a fék az legalább jó. De azt hiszem megint... Aha, megint a kerek, az egyik kerék az megkettyent. De amúgy ezt a dizájnt úgy nevezem, hogy ez a vízipók csodapók dizájn. Úgyhogy nagyon fura. Ez se lenne jó, rossz autó, csak nem tudom, mondjuk ha egy olyan 3 literes V12-es, V16-os motor tettem volna belem, hogy legyen elég hely az összkerékhajtásnak. Mondjuk az egy olyan 700 lóerőt teljesített volna, és akkor az úgy okés lett volna, mint erőben, mint irányíthatóságban. Szerintem, ha befejezem ezeket a híres autós szériákat, akkor azt fogom csinálni, hogy csinálok én egy saját kis... Hoppá! Egy saját kis autócsaládot, úgymond, ahol megpróbálom úgy, hogy mit, hogyha egy autógyár... Ez aztán kipukkadt a gumi. Ami ugye tudjuk, hogy semmilyen helyzetben nem jó. Meg is állunk itt. Na, szóval megpróbálok csinálni egy ilyen autócsaládot, hogy tudom, egy kis autótól nagy autóig, sportkupéig, minden. Különböző motorokkal úgy beállítva, hogy fogyasztás, tehát teljesen úgymond realisztikusan, mert ezeknél ugye csak a lóerőt néztem, nem azt, hogy mennyit fogyaszt, meg ilyesmi. Tehát itt teljesen realisztikusan megcsinálva, csinálok egy ilyen modellcsaládot. És majd azokat is kipróbálom, hogy mennyire jók. Meg van, látom, hogy van a játékban egy csomó challenge, és majd azokat is kipróbálom. Hopp, az megint az én gumi, az én kerekem. Már megint elvesztettem az egyik kerekemet. Vagyis már megint nincs meg a minden összes kerekem, hogy mondjam. Na, attól még megy, nem gond. Nem probléma, ilyesmi. Apróságok nem zavarnak. Mondjuk itt látszik a versenyfutómű előnye. Jó, mondjuk a sebességmérő szerint 180-nal megyek. Nem biztos, hogy pontos most a sebességmérőm. Most 150-nel. Na, érzitek? Mintha megálltunk volna, hogy a 200-ról lelassít a 150-re, mintha megálltál volna. Nagyon
fékezzünk. Hű, de lassan fékez. Jó kis sebességmérője van. Na és most elindulunk. Úgy látszik, akkor mégis jázik neki az a kerék. Ki gondolta volna? Négy kerék kell egy négy kerekes autóhoz. Ez nekem új. Ja, de jó kis kocsi lett. Na, ez volt. Tehát ez volt a 3 alfa. Legközelebb egy másik modellel jelentkezem, amit szintén itt megcsinálok, hogy eredeti motor, eredeti lóerővel, eredeti kinézet, utána pedig eredeti motor, csak maximális lóerő, és aztán a lehető legerősebb motort bele. Na, akkor tartsatok velem legközelebb is, addig is, sziasztok!